Évente nagyjából 150 ezeret, esetleg kicsit többet. Egy fegyvert és két csövet. 1996-ban kezdtem tanfogdióval lőni. 16 éve már, elég régen. Fiatal voltam, hónommal lányultak, támogattak. Évről évre folyamatosan dolgoztunk a fegyveren, mindent megtettek, hogy teljesítsék kéréseimet. Folyamatosan fejlesztették a fegyvert. Nem próbáltam mást. Nekem mindig jó volt a fegyver. A cég mindig támogatott. És a fegyvert mindig hozzáigazították az aktuális IPSC szabálykönyvhöz. Ez az ok. A fegyver működik, minek váltani. Kezdetben, 96 táján, a minőség nem volt a legjobb. Franciaországban a fegyvertartás tudnélik roppant bürokratikus. Ha cserélni akarod a pisztolyod, vagy csak a csövét, a tokját, vagy a szánját, papíroznod kell, és ez sok időbe telik. Mint mondtam, ez csak a kezdetben volt így. 2-3 év kemény munkába került, de mára igen strapabíró tokjaink és csöveink vannak, ami sokkal, de sokkal egyszerűbbé teszi a dolgokat. Először is a tanfoglio egyik azon kevés cégeknek, melyek mindig támogatták a sportot. Másodszor a tanfoglio mindig úgy fejlesztette a fegyvereit, hogy azok igazodjanak a lövész igényeihez és kezéhez. A fegyverek két tokméretben készülnek, van kicsi és nagy. Ez fontos azoknak a fiataloknak, akik kezdik a sportot. A kisméretű tok tehát egy jó dolog, ezzel szemben egy 1911-es, bármilyen is, mindig nagy. Az IPSC lövészetet leginkább a harcművészetekhez, a judóhoz, a karatéhoz hasonlíthatjuk, hiszen maga is egyfajta harcművészet. Mint ilyen, nagyfokú összpontosítást követel, sok szellemi és fizikai energiát, nagyfokú technikai tudást igényel. A testnek azonnal mozdulnia kell, és pontosan úgy kell mozdulnia, ahogy az abban a pillanatban szükséges. A legjobb tanács tehát, amit adhatok, hogy soha ne adjuk fel. A siker időbe telik, nem jön egyik napról a másikra. Ahhoz hónapokra, évekre van szükség. Nekem a motiváció a rekordokból jön. Egyfelől abból a rekordból, amit felállítottam azzal, hogy ötször egymás után világbajnok lettem. Ez volt tehát az egyik rekord. A másik, hogy egyszer legyen egy tökéletes pontszámom, ami annyit tesz, hogy egy verseny valamennyi pályáját nekem kell nyernem. Ez elvileg lehetséges, gyakorlatilag szinte kivitelezhetetlen. Így az motivál, hogy annyira megközelítsem a tökéletes pontszámot, amennyire csak lehet. Ez tartja fenn a motivációt. Számomra ez lenne a lehető legszebb rekord. A rekord, ami hitem szerint lehetetlen. Elméletileg mégis elérhető. Hi, I'm Eric Ruffel. You're watching Gun Magazine TV on Facebook.